Halló, sziasztok! Egy rövid, ám de annál izgalmasabb vloggal érkeztem azok számára, akiket érdekel a Maldív-szigetek. Mindenféle információ róla, arról, hogy hogyan lehet idejutni, arról, hogy miket érdemes tudni, hogyan lehet a legjobb ajánlatokat kifogni, és be fogom nektek mutatni Koko Palm szigetét is. Persze, most kell pocolnia a szomszédnak, nem baj, csináljuk, reméljük, hogy a mikrofonunk egy kicsit leveszi a zajt, mert itt nagyon pocsol a cámpákkal a szomszéd. Elképesztő helyen vagyunk, tel is tele van állattal, fogok mutatni nektek videókat erről is, de előtte jöjjünk egy pár technikai információval, hogy hogyan érdemes eljutni a Maldív-szigetek. Megmutatom ezt a szomszédot, bassza meg. Ez kell. Most kell ezt csinálni, nem? Megjött a másik is. Ne zavarjon, hogy valaki vlogozik. Köszi! Siker. Azt hiszem, hogy elmentek. Na jó, most vagy soha, ha parle français hallatok valamit, azok ők. Szóval, hogy lehet idejutni, hol érdemes repjegyeket venni, mire érdemes odafigyelni. Mi Katarral szeretünk leginkább jönni, most Emirates-szel jöttünk. Amire érdemes odafigyelni, hogy reggel érkezzetek ide, mert akkor egy egész napotok van első nap, és este induljatok vissza. Nekünk most ez az utolsó napunk, és délután 3-kor kell kicsekkoljunk, azért nagyon nem mindegy, hogy az ember ennyi pénzt fizet ki egy ilyen helyért. Időjárással kapcsolatban mindenféleképpen november és március között javaslom, hogy gyertek. Mi már voltunk januárban, februárban, márciusban és júliusban. Nyáron nem ajánlom, teljesen borús végig. Most egész borús napunk van, de ez az, hát, kettő borús napunk volt, mutatni se tudok, tehát kettő borús napunk volt a 9-ből. Ez júliusban úgy néz ki, hogy minden nap borús, és örülsz, ha 2 órára kisüt a nap. Nem ajánlom nyáron, nagyon esős, nagyon viharos, nem az igazi. Covidnál oda kell figyelni, hogy minden papírotok meglegyen, health, immigration, akármit kitöltsétek, megnézzétek, hogy kell-e vízum, most Maldív-szigetekre jelen pillanatban nem kell, jelen pillanatban PCR-teszt kell, de hogyha ezt a videót 2 hónap múlva nézed, akkor már közel se biztos, úgyhogy járjatok ennek is jól utána. A Koko Palmon kívül már voltunk egy másik szigeten is, a Nászutunkon, ami ettől egy exkluzívabb sziget volt, viszont a mi szívünk mégis a Koko Palmhoz vonz. És mondok egy pár dolgot, valamint megmutatok egy pár videó részletet arról, hogy miért is mondom azt, hogy egyszerűen fantasztikus ez a sziget. A homok olyannyira puha, hogy ez elképesztő. A másik szigeten, ahol voltunk, ott sok helyen érdes volt, és csak egy pici szakasz volt ennyire finom, puha, itt végig az. A víz teljesen átlátszó, körbe a szigeten mindenhol. Az állatvilág valami fenomenális. Naponta láttunk 10-20 olykor ráját, teknőst, cápák cikáztak a villánk alatt hihetetlen módon, és egyszer meglátogatott minket egy delfin. Azt az eget! Azt az eget! Nagyjából 3-5 méteres távolságban. Tényleg az embernek elakad a lélegzete. A másik szigeten szintén cápából nagyon sok volt, az összes többi állatból nem volt ennyi, mint itt. Ezen kívül az sem mindegy, hogy a sziget közepén áll egy pár pálmafa, vagy teljesen buja növényzet van. Hát itt minden van, frangepánitól, banánfán keresztül, gigantikus pálmafák, tel is tele növényzettel. Gyönyörű feelingje van annak, hogy ennyire buja az egész. Az, hogy valaki lagún vagy beach villát választ, ez nyilván ki melyiket szereti. Mi kipróbáltuk mind a kettőt, voltunk tengerpartiban is, abban a fajta tengerpartiban voltunk, ahol egy kis medence volt a kertünkben, ezt itt deluxe villának nevezi. Valamint voltunk, vagy vagyunk a lagún villában, ami nekem és Pattinak is kedvencünké vált. Pattinak azért, mert nincsen se gyík, se gekkó, se pók, se szúnyog, se semmi, ez itt teljesen origi, és nem fog zavarni semmi. Tágasabb a lagún villa, és hát az a kilátás, ami itt a teraszról van, az nem semmi. Azért este itt nézegetni a cápákat, lelógatni a lábadat, ez igen feelinges.
Árában persze a Lagoon Villa az drágább, nyilván kérdés az, hogy mit akar az ember, de azt mondom, ha már idáig eljövünk, akkor én a Lagoon Villát javaslom. Hogy all inclusive vagy félpanziós ellátás, ezt megint csak nektek kell tudni, ha isztok néha-néha, egyszer-kétszer-ötször, egy-egy koktélt, sört, bármit, akkor lehet, hogy jobban jön ki az all inclusive. Nekünk mi ma fogjuk megkapni a csekket a végén, most kivételesen félpanzión voltunk, mert négyen voltunk, és a csajok azt mondták, ők nem fognak inni. Hát ehhez képest azért nyilván egy-egy mojito az belefért, és nagyon drága az ital, úgyhogy lehet, hogy jobban jön ki az all inclusive, főleg, hogy abban benne van ingyenesen minden nap a kajak, a snorkel, a SUP, és ezekért a dolgokért pedig fizetni kell a snorkelen kívül, mert a snorkel szettet azt ingyen kapod, de ezekért a SUP-ért, kajakért fizetni kell, hogyha nem all inclusive-on vagy. Sokan kérdezik, hogy mit lehet csinálni a szigeten. Hát körbesétálod minden egyes nap, nagyjából fél óra körbesétálni. Nézed az állatokat, élvezed az időjárást, élvezed a homokot, a befelé figyelést, elképesztően jó arra, hogy az ember egy kicsit kikapcsolódjon, kicsit megismerje önmagát, elraktározza ezeket az élményeket, de ezen kívül lehet menni hajókirándulásra, búvárkodásra, snorkeltúrára, rájanézésre, teknősnézésre, bár ott egy kicsit meglepődtünk, mert a teknősnézésen azt mondta a fickó, hogy elmegyünk teknősnézni, és nem tudnak promiszolni, tehát ígérni semmit, de ha szerencsénk van, látunk teknőst. Így néztünk, aznap már 15 teknős láttunk a villánkból, köszönjük szépen, akkor becsobbanok itt a villánk előtt. 3 évvel ezelőtt még volt jetski is ezen a szigeten, én a jetski túrát, ha esetlegesen nem erre a szigetre mentek, menjetek jetski túrára, és ne csak ilyen 15 percesre, hopp, itt egy rája, mutatom nektek. Ott úszik, nem kicsi, és nézzétek, itt vagyok közvetlenül a villánknál, és ott úszik előttünk. Tehát a jetski túra az valami fantasztikus, mindenképpen érdemes elmenni, lehet, hogy még a régi alkalomról egy-két videót megtalálok nektek, és megmutatok arról a jetski túráról. Ma már sajnos a Koko Palm szigetén nincsen jetski, azért nincsen, mert Eko sziget, rengeteg teknős van, zavarja az állatvilágot, úgyhogy ők nem jetskiznek itt már, legalábbis most, azért remélem még. Visszajön. Kettős érzés ez bennem, mert életem legszebb élménye volt a jetski, de közben meg tudom, hogy az állatvilágot zavarja. Úgy látom, hogy közben megjöttek, mert checkout van, úgyhogy még egy pár videó részletet hozok nektek. Köszi, hogy itt voltatok, kövessétek be a csatornámat, kövessetek TikTokon, Instagramon, hogyha szeretnétek hasonló utazós tartalmakat látni, és találkozzunk a következő részben. Sziasztok!